Jó estét kívánok, új arculattal jelentkezik a Deponia Nonprofit Kft. A változásban a logó és a szlogen kapott fontos szerepet, frissült a megjelenés, emellett pedig elkészült egy film közösen a Fehérvár Médiacentrummal, amelyben iskolások és óvodások a tudatos hulladékgazdálkodással ismerkedhetnek meg. Az Esti Mérleg mai adásában ezzel foglalkozunk. Közösen egy zöld úton. Ez a Deponia Nonprofit Kft. Új szlogenje, amely megfogalmazza a célt és felhívja a figyelmet, hogy közösen tudunk csak tenni környezetünk védelme érdekében. Úgy gondolom, hogy a napi munkánk során is már az elmúlt jó néhány évben szemléletváltozásra volt szükség, hisz hulladékgazdálkodás az elmúlt években nagyon-nagyon jelentős változáson ment keresztül. Úgy gondoljuk, hogy ehhez szükséges egy új arculat, új megjelenés, ahol bemutatjuk azt is, hogy mi is másként állunk hozzá a hulladékgazdálkodás napi tevékenységéhez, és természetesen ezt partnereinktől is szeretnénk várni, hogy mindenki az általunk ismertetett gyakorlat szerint végezze a hulladék termelést, hulladék gyűjtést és a velünk való elszállítatást. Az új arculat kifejezője az új logó, amely láttatja az utat, előtérbe hozza az eddig háttérben meghúzódó fát. Az út közös és helyes. A kis téglalapok jelképezik a szereplőket, de egyben utalnak a hulladék típusokra is. A zöld a zöld hulladék, a kék a papír, a sárga a műanyag és fém hulladék, a piros színű a hasznosítatlan hulladék színe. A négy új kukásautón új, szófát ábrázoló matricákat helyeztek el, a logó és a szlogen megalkotása Polonyi Dórának köszönhető. Első körben a szlogent alkottuk meg, közösen egy zöld úton, és a szlogenből kiindulva arra gondoltunk, hogy alkotunk hozzá egy logót is. Az új logónk miután megalkotásra került, ugye az elhelyezésre került az új kukásautóinkon, viszont a másik oldala az üres volt ezeknek a tergépjárműveknek, és azon gondolkodtunk, hogy mégis mi az, amit rá lehetne tenni, mi az, ami minden benne van, és így került megalkotásra ez a szófa. Hogyha megnézik, akkor minden olyan szó, ami a Deponiára, ami a közösségre, ami Székesfehérvárra jellemző, illetve hulladékgazdálkodással kapcsolatos, az megtalálható benne. Ez a Deponia Nonprofit Kft. Régi logójából lett átemelve, tehát a hagyományokat próbáljuk megőrizni, de egy új úton, egy közös úton próbálunk elindulni. A zöld út egyébként jelképezheti a helyes utat, illetve a zöld út jelképezheti a szelektív hulladékgyűjtést is. A fánál pedig még, hogyha megnézzük, akkor a Deponia Nonprofit Kft. Logójának színeit próbáltuk felhasználni, és ezek a színek vannak összekomponálva ebbe a fába. Az új arculat a honlap megújulását is eredményezte, ha a deponia.hu oldalra látogat az érdeklődő, modern, fiatalos honlapot talál. Egyrésztről ugye próbáljuk követni az arculatot, tehát ugyanez a színvilág, ami a logóba vagy a szófába megtalálható, ez megjelenik ugye az új honlapon is. Megpróbáltuk felhasználóbarátába tenni ezt a honlapot, és két új funkció is megjelent. Az egyik az az online ügyfélszolgálat, tehát online ügyfélszolgálaton keresztül adhatnak be szerződés a kötéssel kapcsolatos dokumentumokat, tehetnek fel kérdéseket. Ezen kívül pedig a szelektív gyűjtési pontok vagy szigetek is már nem csak felsorolásszerűen találhatók meg, hanem térképen elhelyezve is próbáljuk GPS koordinátákkal segíteni a felhasználókat, hogy megtalálják ezeket a pontokat. A környezetvédelem érdekében a szelektív hulladékgyűjtés mellett a szemléletformálás is nagyon fontos a lakosság körében. Cserpalkovics András polgármester a jövőt is ennek jegyében képzeli el. Az a tervünk, hogy a 2020-as évek közepéig, mondjuk tervezői szinten 2023 körül elérjük azt, hogy ne kelljen, vagy csak céllal leraknunk hulladékot. Ez viszont egy nagyon komoly szemléletformálást igényel, és ezért szeretnénk felhívni a figyelmet egyrészt a mindennapok szuperhőseire, azokra, akik nap mint nap több mint 60 településről a Deponia alkalmazásában elszállítják a hulladékot az ő munkájukra, azoknak a munkájára, akik csalán dolgoznak, vagy a Deponia telephelyein dolgoznak a mindennapokban, és ezen párhuzamosan pedig szemléletet formálni az óvodákban, az iskolákban, a felnőtteknél, a családoknál, hogy kinek mit kell tenni annak érdekében, hogy a hulladékkal úgy bánjunk, ahogy kell, a lehető legkevesebb hulladékot képezzük, és azt pedig a lehető leginkább környezetvédelmi módon helyezzük el. Fontos a szelektív hulladékgyűjtés, fontos még egyszer az, hogy próbáljunk megtenni mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladék képződjön.
Hazánkban évente 3,8 millió tonna települési hulladékot termelünk. Ez azt jelenti, hogy minden lakos évi 380 kg hulladékot állít elő. Sajnos ebből még mindig 220 kg útja egyenesen a hulladéklerakóba vezet, ami a legkevésbé fenntartható megoldás. Fontos európai követelmény és a depónia kiemelkedő szakmai célja az arány jelentős mértékű javítása, hogy 2020-ra a települési hulladékunk legfeljebb egyharmada kerüljön csak lerakóba, 2023-ra pedig a lerakással történő ártalmatlanítás nullára csökkenjen. Hetente több tízezer hulladékgyűjtő edény üdítését végzi a depónia. Székesfehérváron két kukás gyűjtés van a családi házas övezetekben. Mit is jelent ez? A kék kukákba az úgynevezett szelektív hulladék kerül, vagyis a papír, a műanyag, a fém és a társított csomagolási hulladék, míg a fekete vagy szürke kukákba, azaz a régi edényekbe, a települési vegyes hulladék, más néven kommunális hulladék kerül. Ez a háztartásokból származó hulladék. A tömbházas övezetekben is hasonló a helyzet. A vegyes hulladék, vagyis a kommunális hulladék a felirat nélküli kukába kerül, míg a szelektív hulladékot a sárga és a kék edényekbe kell elhelyezni. A sárga edénybe tesszük a műanyag és a fém hulladékot, továbbá a társított csomagolási hulladékot, míg a kék edénybe a papír hulladék kerül. A szemléletformálás és a figyelemfelkeltés érdekében egy kisfilm készült a Depónia Nonprofit Kft. És a Fehérvár Média Centrum együttműködésében. A film bepillantást enged a fontos munkafolyamatokba is. Közügyeket szolgálunk, és nekünk, mint egy média társaságnak kötelességünk a város közössége számára fontos ügyeket támogatni. Amikor a magunk eszközeivel tehetjük ezt, az különösen öröm, és most ez, hogy egy kiváló kisfilmet készíthettünk a Depónia számára, ezzel nem csak kollégáim tehetségét tudtuk megmutatni, hanem egy jó ügy mellé tudtunk állni. Mikor még mások alszanak, a kukás autók hajnalban elindulnak, hogy összegyűjtsék a lakosságnál keletkező hulladékot. A kukás autó összetömöríti a hulladékot, ezáltal csökken a szállítási költség, továbbá kevesebb a légszennyezés is. Ez egy igazán nagy közös projekt volt a Depóniával. Poloni Dórival nagyon sokat dolgoztunk együtt, illetve az ő munkatársával. Egy olyan filmet szerettünk volna közösen megvalósítani, ami a környezettudatosságot erősíti, és egy ilyen oktató jellegű filmként is működhet elsősorban gyerekek, illetve hát az érdeklődők számára. Ugyanakkor az is feladat volt, hogy egy image filmet is forgassunk. A Média Centrum aprója nagyja, mondhatjuk így, kivette a részét a film forgatásból, hiszen Ring Juli tervezte meg a Kavala figurát. A stáb, a forgatóstábban helyet kapott Tarkároly operatőr, illetve a Megyeri Zoltán operatőrként. Pető Gábor a drónos felvételekért felelt. Szabó Miklós Bence szerkesztői feladatokat látott el. Hódi Dániel a képi világot gondozta. Jó magam pedig még Nagy Zoltán Péterrel együtt és Csabai Dorinával együtt a forgatókönyvet egyeztettük és dolgoztuk ki képről képre. Az volt a célunk, hogy minél színesebben, látványosabban bemutassuk a Depóniának a működését, azt, hogy hány településen látnak ők el feladatot, és hát amit már az elején is hangsúlyoztam, hogy a környezettudatosságot szerettük volna erősíteni, egy kicsit az embereket informálni arról, hogy melyik hulladék lerakó szigetet mire kell használni, mivel tudják megkönnyíteni az ő munkát, illetve hát hogyan tudunk együtt haladni közösen egy zöld úton. A gyűjtőedény fedele lecsukva legyen, ne legyen túlsúlyos, szabvány edényzet legyen, és ne legyen sérült. Közvetlenül a hulladék nem kerülhet lerakással ártalmatlanításra, azt minden esetben megelőzi a hulladék kezelése. A beérkező szelektív hulladékot még további frakciókra szükséges válogatni. Ez megkönnyíti a további hasznosítást. A válogatás részben gépi erővel, részben pedig kézi munkaerővel történik. Ezáltal a vegyesen gyűjtött csomagolási hulladékból kiválasztásra kerül a PET-palack, a kartonpapír, az újságpapír, a konzervdoboz, az alumíniumitalos doboz, a kozmetikai és mosószeres flakon, a műanyagfólia, valamint a társított csomagolás is.
A kisfilmet az óvodai és iskolai nevelésben tudják majd felhasználni a nevelők és tanítók. A célja legelsősorban a szemlélet formálás volt, úgyhogy elsősorban az óvodákat, iskolákat kívánjuk megkeresni, vagy első körben mindenképpen őket keressük meg. Eljuttatjuk részükre a szabad felhasználással, az iskolákban, óvodákban mindenki szabadon bemutathassa. Ez természetesen egyéb segítséget is tudunk nyújtani. Kiállítási anyagunk is van, azt is nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk. Azt követően, hogy ez az első kör megtörténik, azt szeretném, hogy azért egy bővebb nyilvánosságra is kerülhessen, tehát például YouTube-on hozzáférhető lehessen mindenki számára, hisz szerintem olyan fontos információkat tartalmaz a cégről is, illetve a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységről, amit jó, hogyha mindenki ismer. Rövid történetünkben lesz egy segítőnk is. Lássunk neki! Sziasztok! Én foglak a következő percekben kalauzolni titeket. A kisfilmben már a Deponia Kft.-nek a kabala figurája kalauzolja a nézőt, amelyet Trukeszic Gergő és Hódi Dániel keltett életre. Az Axolotl, más néven vízikutya vagy sétálóhal megalkotásában Ring Juliának volt jelentős szerepe. Ez a kapala figura a Deponia választása volt. Ő egy Axolotl nevű hal, és a Deponia választotta, azt gondolom, hogy nagyon tudatosan ezt az élőlényt a kapala figurájának, mivel ő a kihalás szélén áll, de mindig újra tudja magát gondolni, hogyha kihalás közeli állapotba kerül. Azáltal, hogy ő mindig újra tudja gondolni magát, azt gondolom, hogy a Deponia küldetésével azonosítható az ő létezése, hiszen a Deponia is a szemét újra gondolásával foglalkozik, illetve újrahasznosíthatóságával. Tehát a Deponia döntése volt, hogy ez az állatka legyen az ő kabala figurájuk, és képviselje az imásfilmbe a Deponia küldetését. Elsősorban ez az imásfilm a gyerekeket szólítja meg, és egy gyerekeknek szóló, gyerekeknek üzenő film vagy munka az mindig inkább egy kedves dolog, és az ember nem munkának éli meg. Arra gondoltam, hogy egyrészt a Deponia elvárásának is meg kell felelni, illetve az anatómiai hűséget is azért követni kell, de mindenképpen egy olyan figurát szerettem volna kitalálni és megteremteni, ami jól megszólítja a gyerekeket. Először a kollégák kisgyerekein teszteltük ezt, és működött, azt gondolom, hogy ez a leghitelesebb visszajelzés, ami történhetett ez ideig, de hát ő most kezdi a küldetését, úgyhogy az igazi feladat az most kezdődik Axolotl számára. A kabala figura még nem kapott nevet, várják a 3-tól 18 éves korosztály ötleteit január 24-től március 23-áig a szakemberek. A pályázati kiírást a deponia.hu oldalon találják meg az érdeklődők. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!